Mézes kalácsok, hóember alakú sütik, adventi kopogtatók és meg annyi saját készítésű ünnepi portéka, amely közül válogathattak a szabadkai Marsai úti általános iskolába látogatók szombat délelőtt. Csináltunk filcpapírból ilyen díszeket, és ráragasztottunk pár csillagot. Én hoztam mézes kalácsot, meg makramé fenyőket. Fonalból készült fenyőket. Csehi Bolya minden évben ellátogat az iskola jótékonysági eseményeire, ezzel is segítve a gyerekeknek. Azért, hogy a gyerekek kirándulni el tudjanak menni, vagy bármilyen ilyen színházba, vagy korcsolyázni, vagy valami, mert hát arra gyűjtik a pénzt. A tanulók az eseményt megelőző műhelymunkákon a tanítókkal, tanárokkal, valamint otthon a szülők és a nagyszülők segítségével készültek a programra. Nálunk ugye mézes kalácsok tömkelegével lehetett találkozni, különböző édességekkel, akkor különböző ilyen keksznyalókákkal, valamint nagyon sokféle dísszel, fából készült dísszel. Volt olyan diákom, aki egy ilyen fa táblára rajzolt különböző téllel kapcsolatos szimbólumokat, akkor gyertyákat, gyertyatartókkal, mécsesekkel lehetett találkozni. Az elsősöktől a nyolcadikosokig mindenki részt vett az eseményen, mondta Bognár Beáta, a Marsai úti általános iskola igazgatója. Minden évben a bevétel egy részét jótékonykodásra fordítjuk. Idén a diákparlament döntése alapján a bevétel egy részét egyik tanítványunk testvérének a gyógykezelésére fordítjuk. A jótékonysági esemény az ünnepekre való hangolódás mellett az összefogásról, a segítségnyújtásról és a közösségépítésről is szól, tette hozzá az iskola igazgatónője.